Sziasztok, én Titán Tibor vagyok, és ez itt Akai Gyors Talpalója. Akai passzívja nagyon egyszerű. Minden elhasznált képesség után a max HP-je 6%-ával egyenértékű pajzsot kap. A pajzs 2 másodpercig maradhat fent, 2,5 másodpercenként elérhető. Nagyon hasznos képesség egy ilyen tanknak. Akai első képessége egy irányítható ugrás, ami 300+50% teljes fizikai támadóerővel sebez, ami szerintem nem elhanyagolható. Emellett lassít is 30%-kal 2 másodpercre. És a megjelölt ellenfeleket tanulja 1 másodpercre. A jelet pedig a második képességével lehet rátenni az ellenfelekre. Akai második képessége egy közepes hatótávú irányítható képesség, ami ellenségnek ütközve vagy amint a béka útja véget ér, felrobban és 350+120%-os fizikai támadóerővel sebzi meg a közelben lévő ellenfeleket, és emellett rájuk rakja a már említett kis panda feljelet, nem is olyan kis hatókörben. A megjelölt ellenfeleket Akai alaptámadása a max HP-je 5%-ával egyenértékű további fizikai sebzéssel sebzi meg, és ugye a megjelölt ellenfeleket az első képességgel le is lehet tanulni. Akai az ulti elnyomásakor pörögni kezd, mint egy búgócsiga. A mozgási sebessége megnő 30 ponttal, és hátralöki, elnémítja, és 180+100% fizikai támadóerővel sebzi meg az eltalált ellenfeleket. És emellett a meglévő debuff hatásokra is immunis lesz. Lepörgés közben sajnos le tudják stunolni vagy nyugítani. A buildben nyugodtan építhetünk be egy-két fizikai itemet is. És a mozgási sebesség is jól jön, az ulti kiegészítéséhez például. Az emblémánál a tank emblémán belül ezt a két félét ajánlom. Az első regenerációs, a második pedig sebzős. Szerintem ezek a képességek együtt baromi jók, és a kombó magától értetődik. Második képesség a tömegbe, ez ugye megjelöli az ellenfeleket, aztán beugrasz első képességgel, majd ultimate. És egy pro tip, amikor beugrasz, egy picit még sétálj tovább, aztán próbáld a tornyok felé vagy a fal felé lökni az ellenségeidet. A megjelölt ellenfeleket pedig az alaptámadásoddal támadni. Az ultinál elkérek kis gyakorlás, viszont ha már tudjuk irányítani, akkor Akai úgy viselkedik, mint egy bowlingolyó. Az enemy pedig, mint a tehetetlen bábuk. Szerintem ezt a tankot érdemes megtanulni, leginkább Kuftához hasonlítanám, viszont Akai sokkal menőbb. Ezen képességek ismeretében igazán hasznos tagja lehet a csapatnak. Akai gyors talpalója ennyi lett volna. Ha tetszett, akkor lájkold és iratkozz fel, ha még nem tetted meg. A Titán Tibor voltam, további jó játékot nektek, sziasztok!